4 folyam kilométeren keresztül üldöztük ebbe a csónakban. Azt a csónakot mutatja Planicska Ferenc, amelyben az orvhorgászokat üldözte három társával múlt hét szerdán. Természetvédelmi őrök riasztották a halőröket, akik tetten is érték az Óballai kanyarban a kíméleti területen gerebjéző két rapsicot. Az elkövetők a halőröket meglátva elmenekültek, az addig zsákmányolt kettő harcsát is magukkal vitték. A hajszat több kilométeren át tartott. A rendőrséggel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, leállták a rendőrök azokat a kikötési pontokat, ahol ki tudtak volna kötni, de ugye sehol nem kötöttek ki, és amikor a kikötőbe értünk, akkor a rendőrség is odaért, és akkor ugye onnan mi átadtuk nekik a feladatot. A csónakos üldözés során a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai videófelvételt is készítettek, amely jelentősen megkönnyítette S. János és V. Viktor szolnoki lakosok azonosítását. S. Jánost még január 31-én, társát pedig február 1-én fogták el a rendőrök, és mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki. Ezek pedig már azok a horgászeszközök, amelyekkel az elmúlt hónapokban követtek el szabálytalanságot a Tiszán. Tavaly 22 darab kis és nagyméretű varsát, 200 méter marázsahálót, illetve különböző gyári és otthon barkácsolt horgászbotot foglaltak le a halőrök. A hatékonyság növelésében jelentős szerepe volt a 2017-es eszköz- és járműbeszerzéseknek, valamint a halőri szolgálatban végrehajtott változtatásoknak. Ez az átalakítás, illetve ezek a fejlesztések meghozták a várt eredményt, hiszen azt el tudom mondani, hogy a 2016 évi 1 millió 700 ezer forintos kiszabott bírság összeg helyett az idejében már 3 millió 415 ezer bírság összeg került kiszabásra a munkájuk eredményeképpen. Az eredmények nem csak a halőröknek, hanem azoknak a horgászoknak is köszönhetők, akik vigyáznak a vízre és információkkal látják el a szolgálatot, mondta Donkó Péter. A titkár hozzátette, a jövőben is számítanak a segítségre, ezért kéri a horgászokat, hogy ha szabálytalanságot látnak, akkor a területi engedélyen szereplő bejelentői telefonszámot hívják fel. A bejelentő adatait a szövetség titkosan kezeli.